Kári Olvi Grimsbøt valószínűleg egyetlen kézilabda szurkolónak sem kell bemutatni. A norvég kapus 2015 óta erősíti a Győri Audietto KC csapatát, ez idő alatt két bajnokok ligáját is nyert, miközben hazája válogatottjával kétszeres olimpiai és világ, valamint ötszörös Európa bajnoknak valhatja magát. Azt viszont nem biztos, hogy mindenki tudja róla, hogy a kézilabdázás mellett van még egy szenvedélye, mégpedig a fotózás. 2007, I guess. I was studying marketing and economic. 2007 környékén szerettem bele a fényképezésbe, marketinget és gazdaságot tanultam. Nagyon élveztem, de valahogy nem tudtam elképzelni magam ezekben a munkakörökben. Ekkor abba hagytam a tanulmányaimat, és kipróbáltam egy kicsit kreatívabb dolgokat. Szereztem egy kamerát, és elkezdtem vele fotózni, és nagyon-nagyon megszerettem. Fotózni egy kicsit olyan érzés nekem, mint ha a pályán lennék. Fotózás előtt kicsit ideges, izgatott vagyok, utána pedig nagyon jól érzem magam. On the field. Yes, it gives, before shooting, I get a little bit nervous. I am excited and after I get this really good feeling. A 33 éves kapus arról is mesélt nekünk, 3 év alatt mennyire sikerült megbarátkoznia a magyar nyelvvel. I cannot understand full sentence, but I can like take words and... Nem értek meg teljes mondatokat, de a megértett szavakból tudok logikusan következtetni, aztán megkérdezem, hogy ezt és ezt jól értettem-e. Próbálok egy kicsit beszélni is, de nagyon nehéz. A little bit to speak, but it's very difficult. For example, if you walk. Például, ha ide jössz, egy kávét tudsz magadnak kérni magyarul? Vagy egy ebédet, egy vacsorát? Hungarian, or a dinner, or a lunch, or... Kérek szépen egy kávé? Yeah. Tökéletes. De hogy tökéletes? Grimsbø azt is elárulta, milyen érzésekkel igazolt 3 évvel ezelőtt Győrbe. I was a little bit scared to come here. Kicsit féltem, amikor idejöttem, mert amikor 20 évesen itt játszottam a Győr ellen, félelmetes volt kimenni a pályára. And it was quite scary to be on the field. And... De miért? Mert olyan erős volt az ellenfél, vagy a szurkolók miatt? Because of the atmosphere in that arena. This is very big difference. In Norway they're just sitting like this, you know, and this is very different here. It's so it feels very much more passionate and I was a little bit before coming here, how will it be, you know? Az aréna atmoszférája miatt nagyon más, mint otthon. Norvégiában csak tapsolnak a szurkolók, itt viszont teljesen más, nagyobb nyomást érzel magadon. Úgyhogy mielőtt idejöttem, nem tudtam, hogyan fogadom az atmoszférát, mekkora lesz rajtam a nyomás, hogyan reagálnak a szurkolók, ha rosszul játszom. Emiatt azért ideges voltam kicsit, és ezek után nagyon pozitívan csalódtam, mert a klub és a szurkolók támogatása egyszerűen lenyűgöző. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy megtapasztalhatom, ezt még akkor is, ha nem megy olyan jól a játék, és kicsit szégyenkezem magam miatt. Kimegyek a szurkolókhoz bocsánatot kérni, vagy nem a legjobbamat nyújtottam. Hé, semmi baj, majd a következő meccsen dolgoz tovább, és csak vidáman. Ezek a visszajelzések. Wow, tényleg, ez annyira jó. Szóval ez tényleg nagyon meglepett, és nagyon jó lesz ezekre a benyomásokra visszaemlékezni, ha egyszer már nem fogok itt játszani. This is keep on working, keep on smiling. This is the feedback I get, and it's like, wow, really, it's so good. This really was a surprise for me, and this is giving me so good emotion and memories to think back at when I stopped fighting.